Köszöntöm kedves nézőinket a Kalocsa TV pénteki híradójával. Ecsedgyár utcai, valamint Paks Kalocsa híd, átnevezés és tájékoztatás. Összefogással végre sikerült, eltűntek a romok az ifjúsági ház udvarából. 25 alkotó és több mint 50 remek mű megnyílt a Kalocsa Árt a Városi Galériában. Az Ecsedgyár utcai híd átnevezéséről döntött csütörtökön városunk képviselőtestülete, majd dr. Bálint József polgármester rövid tájékoztatást nyújtott a Kalocsa-Paks híddal kapcsolatos legújabb fejleményekről. Csütörtökön tartotta a legutóbbi ülését Kalocsa város képviselőtestülete, amelynek alkalmával 15 napi rendi pontot vitattak meg a képviselők. Ezek között szerepelt az Ecsedgyár utcai híd elnevezése, amelyet a Magyar Hidrológiai Társaság Bács-Kiskun megyei területi szervezete kezdeményezett. Ennek alapján a jövőben Sági Jenő hídnak nevezik majd a Vajason átívelő Ecsedgyár utcai hídat. Annak a hídnak volt a főmérnöke, illetve műszaki ellenőre, amellett az épület mellett lakott, a tevékenységével kiszolgáltatott, és hát a fő dolog pedig ott van a Vajasba vele szórva, tehát a végakarátának megfelelően. Én úgy hiszem, hogy azzal, hogy ezt a hidat átneveznénk, ez nem hiszem, hogy sokat változtatna azon, hogy a kalocsaiak hogy fogják hívni, de mégis az emlékét meg tudnánk őrizni. A képviselők 9 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadták a híd átnevezését. Az ülés végén dr. Bálint József polgármester tájékoztatójában számolt be a Kalocsa-Paks híd legfrissebb fejleményeiről, így arról, hogy április 18-án lejárt a híd tervezéséről szóló hirdetmény, amelyet két részre bontottak a kiíráskor. Az egyik a statikai, a másik az általános tervezésre vonatkozott. A statikai tervezésnél eredményt hirdettek, nem tudom a céget megmondani, csak ennyit közöltek velem, hogy eredményes volt. Még a másodikat eredményt ennek nyilvánították, és hamarosan kírják a második fordulót. Remélem, hogy ez nem jelent semmiféle átsó szándékot a hittal kapcsolatosan. Dr. Bálint József végül elmondta, hogy a magyar közlönyben meg kell jelennie az újbani meghirdetésnek, így a tájékoztatás a Kalocsa-Paks híddal kapcsolatban továbbra is folyamatos lesz. Az április 21-i képviselőtestületi ülést teljes terjedelmében vágatlanul április 22-én pénteken este 10 órától, valamint április 25-én hétfőn reggel 8:30-tól láthatják. A földnapja alkalmából a Kalocsai Gerilla kertészek és a Szent István gimnázium diákjai egy régóta húzódó problémát orvosoltak a belvárosban, ugyanis péntek délelőtt eltüntették az ifjúsági ház környékét csúfító romokat. Április 22-e a Föld napja. Ebből az alkalomból különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Kalocsán a Szent István gimnázium diákjai és a gerilla kertészek egy közös takarítási akcióval készültek erre a napra a város központjában. Úgy alakítottuk a forgó színpadszerű programot, hogy mindig egy-egy osztály, illetve néhány önkéntes, aki ezen felül még nem osztálykeretben, de vállalta ezt a munkát, 8-tól 2 óráig önként dalolva szívesen tesz érte. Most éppen a 9. C-osztályosokkal dolgozunk itt kint, de 9:30-tól jön a következő osztály, aztán 2 óráig még több más csoport is itt lesz. Nem véletlen, hogy éppen az ifjúsági ház rendbetételére esett a szervezők választása, hiszen ezzel a munkával egyszerre több célkitűzést is meg tudnak valósítani. A rövid távú érdekünk és célunk a jövő szombati Szent István gimnázium ballagás helyszíne, ez az udvar, és szeretnénk itt a szülők, közönség és a ballagóink szépé és esztétikussá tenni a környezetet. Másrészt ugye hát a városnak ez a kis kellemetlen színfoltja, örülnénk, hogyha minél előbb eltűnne, és sportolunk is naponta, látjuk ezt a szeméttömböt, úgyhogy örülünk, hogy a városért is tehetünk valamit. Az itt összegyűjtött törmeléknek pedig már megvan a helye, ugyanis Bolvári Ferdinánd képviselőtől megtudtuk, szelektíven gyűjtik az építési hulladékot az aktivisták, és támogatók segítségével újra fogják hasznosítani azt. A csoportszobákkal, a játékokkal, a gondozónőkkel, a pajtásokkal és a napirenddel ismerkedtek a város apróságai és szüleik, hiszen nyílt nap volt a hét elején a bölcsödében.
Erre az alkalomra mindenkit vártak, aki érdeklődik az itt folyó munka és élet iránt, hiszen ide már fél éves kortól lehet hozni a kicsiket akár egész napra, akár csak néhány órára. Ezt ki is használják a szülők, mindig teltházzal működik az intézmény. A bölcsödébe 20 hetes kortól jöhetnek a gyerekek, az óvodavezetői irodába kell a jelentkezési lapot leadni. A szülőknek munkahelyel kell rendelkezni, mind a két szülőnek. Az elsődleges feltétel az az, hogy a bölcsödébe felvételt nyerhessen a kisgyerek. De vannak speciális esetek is, amikor segítség lehet a családnak, ha a pici bölcsödei gondozást kap. Védőnői javaslatra és a családsegítő gondozói javaslatra is be lehet adni a kérelmet a bölcsödei felvételre. Egész évben folyamatosan lehet jelentkezni a bölcsödei felvételi kérelem iránt. Célszerű azonban minél korábban beadni az igényt, hiszen mivel az alapellátásban mindig maximális a létszám, ezért biztosan várni kell a szabad helyekre. Akiknek viszont sürgős vagy csak néhány órára szeretnék itthagyni a picit, nekik az időszakos gyermekfelügyeletet ellátó csoportban van erre lehetőségük. Ennek annyi anyagi vonzata van, hogy 275 forint óránként, és ha esetleg a szülő igényelné, hogy étkezést is biztosítsunk a gyermeke számára, akkor erre 380 forintot kell még ráfizetni az étkezés díjára. Ezért egyébként az állandó csoportokban is fizetni kell, kivéve speciális esetekben, ha például rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap a család, ha három vagy több gyermeket nevelnek, esetleg ha van tartósan beteg a családban, illetve ha alacsony az egyfőre jutó havi jövedelem. De minden bölcsödét érintő kérdésre válaszolni tudnak az óvoda vezetői irodában, a Szent István Király út 13 szám alatt. A belpolitikai helyzetről és az aktuális agrárgazdasági kérdésekről tartott tájékoztatót Gőgös Zoltán, az MSZP elnök helyettese Kalocsán. A Magyar Szocialista Párt országszerte így Kalocsán is egy átfogó kampány keretében próbálja népszavazási kezdeményezését népszerűsíteni. Van egy országos kampány, amivel megpróbáljuk ezt a föld, illetve az állami lehetői bérplafonnal kapcsolatos népszavazási kezdeményezésünket népszerűsíteni, megértetni az emberekkel, hogy igazából azért ez többről szól, mint ez a két kérdés. Ugyanis nem konkrétan a föld elvesztése jelenti a legnagyobb problémát a politikus szerint, hanem az abban rejlő lehetőségek eltékozlása okozhat majd hosszú távon problémákat a magyar gazdaságban. De hát azt látjuk, hogy kiveszi meg, ugye olyan aranykalászos papírokkal rendelkező, hozzá nem értő közösség, aki ezen soha nem fog gazdálkodni, maximum addig eljut, ha esze van, hogy szakembereket alkalmaz a több ezer hektáron, mert itt most mennyieket szeregetnek össze, és hát megpróbál valami értelmeset kihozni, de attól ott munkahely nem lesz. Gőgös Zoltán tájékoztatóját teljes egészében az április 25-i gazdasági magazinunkban tekinthetik meg. Többek között tájképek, portrék és illusztrációk láthatók a Városi Galériában, ahol 13-szor nyílt meg a Kalocsa Árt. A tárlat a város és a környékbeli alkotók válogatott munkáit mutatja be. A megnyitó hangulatát Filus Mónika és Balatoni Marcell zenés előadása alapozta meg. A kiváló muzsika után Tamás Eszter művészettörténész köszöntötte a résztvevőket, legfőképp a Kalocsa Árt ötletgazdáit, Asperján Istvánét és Perics Istvánt, és a most bemutatásra kerülő alkotások művészeit. A szót Kis István művésztanár vette át, aki szintén kiállító volt. Beszédében az uszódi születésű Benedek Péter festőművész gyermekkorának egy-egy emlékét idézte fel, azzal mutatva be azt az elhivatottságot, ami az alkotók között tapasztalható. Örülünk, hogy a városban van ilyen, és ha jönnek ide külföldiek, külhoni emberek, vagy városban látogatók, akkor hát örömmel nézzék végig, hogy ilyen emberek élnek itt közöttünk. Pontosan 25-en, közülük többen most először mutatkoztak be. Művészek, rajztanárok, amatőr és naív festők. Volt, aki egy, és akadt, aki több alkotással érkezett. Arról, hogy ki volt érdemes a bemutatóra, egy úgynevezett szakmai zsűri döntött. Hát a meglévő anyagból tudtunk itt válogatni. Vannak grafikák, aztán nagyon sok tájkép. Van portré és kalocsai városrészek, meg szerencsére azért olyan alkotások is, amelyek nem kimondottan természet utániak, hanem az alkotónak a gazdag képzeletéről tanúskodnak.
A kalocsa árthoz kapcsolódik az is, hogy mindig díjazzák a közönségnek legjobban tetsző alkotást. Erre most június 25-én a Múzeumok Éjszakáján kerül sor. A kiállítás június 5-ig tekinthető meg a Városi Galériában. Koncertek, gasztronómiai utazás és az elmaradhatatlan Rácz muzsika várja mindazokat, akik kilátogatnak május 14-én és 15-én a Barai Szabadidőparkba Dusnokra. Akkor tartják ugyanis a 24. Rácz pünkösdőt. Tavaly is nagyon sokan voltak, és most is több ezer látogatóra számítanak a dusnokiak május közepén, mikor ismét megnyitják a nagy közönség előtt a Barai Szabadidőparkot. Itt tartják ugyanis évek óta a Rácz pünkösdőt. Ilyenkor több ezer ember gyűlik össze, családok, barátok, vagy egyszerűen csak a pihenni, szórakozni vágyok, hogy egy jót egyenek, beszélgessenek, és közben Rácz muzsikát hallhassanak. Ez idén sem lesz másként, a kétnapos ünnepség első felében, szombaton elsősorban a sport kap főszerepet, de emellett nem maradhat el az ünnep alkalmából tartott közös szentmise sem. Itt az lesz a különleges, hogy a Sajó Szent Péter mellett lévő Dusnok puszta van még egy az országba, és az itteni, vagy az ottani plébános fogja celebrálni ezt az ünnepi megnyitó szentmisét. Itt már népviseletbe beöltözve jönnek az emberek, és ezzel nyitjuk meg a pünkösdöt is, és a dusnoki falunapi jellegű Rácz pünkösdöt. Vasárnap délelőtt kezdődik el a közös főzés a Szabadidő Parkban. Ilyenkor több sátorban rotyog az ízletes étel, amit együtt fogyasztanak el a vendégek. Lesz szokás szerint kacsából készült ételek sütése, és újdonságként most hal is kerül a tányérokra. Lesz halászléfőző verseny, ami most újdonság, hiszen 5-6 éve már nem volt Rácz pünkösdön. Kértük a segítségét ehhez a bajai halászléfőző bajnokok klubjának elnökével fogjuk készíteni a halászleveket Ádám Péterrel, ő lesz a zsűrinek az elnöke. Ez idő alatt folyamatosan műsorok sora szórakoztatja a színpadon a közönséget. Elsősorban a folklór, a Rácz hagyományok elevenednek meg, viszont esténként koncertek sora várja majd a pünkösdölőket. Képzeld el azt, képzeld el újra, hetedik napon szólít az urna, ember fia, van-e kedve, mert ha igen, akkor tervezzük újra. A rendezvény sztárzenekara az Ocho Macho együttes lesz, és azt követően a hagyományokhoz híven barabálom mulathatnak a táncos lábúak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a TISZ-pol 24 órás összeurópai sebessége ellenőrzést végzett április 21-én csütörtökön, reggel 6 órától péntek reggel 6 óráig. Az akcióhoz 24 tagállam csatlakozott, köztük Magyarország és ezen belül Kalocsa is. Az ellenőrzések helyszínét és időpontját a rendőrség honlapján már előre közzétették azért, hogy senkit ne érjen meglepetés. Ugyanis az akció célja nem az volt, hogy mindenkit megbüntessenek, hanem hogy életeket mentsenek, mert évek óta a gyorshajtás a halálos balesetek legfőbb oka. Éppen ezért a Speed Marathon elnevezésű akció feladata a sebesség túlépés veszélyeire való figyelemfelhívás volt, nem pedig a szankcionálás. Az akció célja természetesen a baleseteknek a megelőzése. Azt szeretnénk, hogy a területünkön tovább csökkenjen a balesetek száma. Ezen belül a halálos kimenetelő és a súlyos sérüléssel végződő baleseteknek a száma. De adott esetben a jogsértések miatt a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően természetesen intézkedett a rendőrség. Az országban egyébként 874 sebességmérő helyszínt jelöltek ki, ebből 5-öt Kalocsán, a Fogtői, a Bátyai, a Patai és a Miskei úton, valamint a Móra-Ferenc utcán, egyet pedig a közeli Homok-Mégyhalom szálláson. A csaknem 900 helyszínből 650-re a lakosságtól érkezett a javaslat. Az akció végrehajtásához segítséget kértünk az állampolgároktól, tehát kértük azt, hogy jelezzék, hogy hol tartanák indokoltnak a sebességmérést, és ezeknek a beérkezett javaslatoknak az értékelésével és természetesen a közlekedés biztonsági helyzet figyelembevételével került meghatározásra az, hogy mely helyszíneken fogunk végrehajtani sebességellenőrzést. Európában ezen a napon szinte mindenhol tartottak sebességmérő akciókat. Az elmúlt évi összeurópai ellenőrzési akció során a legtöbb gyorshajtót Németországban mintegy 11 ezret és Olaszországban 5500-at mértek be. Magyarország a harmadik helyre került 5000 gyorshajtóval. Másfél hónappal Borbély Gábor és a Kalocsai Futballklub teljes elnökségének lemondását követően a napokban jelentette be a KFC, hogy Király Róbert személyében új elnököt választottak.
A Kalocsai Futballklub még február végén adott ki sajtóközleményt, amelyben leírták, miszerint a klub teljes elnöksége, köztük Borbély Gábor elnök, azonnali hatállyal lemond tisztségéről, és a rendkívüli tisztújításig ügyviteli státuszban viszik tovább az egyesületet. Az új elnök személyének kilétére a napokban derült fény, miután a KFC egy újabb sajtóközleményben tudatta, miszerint Király Róbertet választották a klub első számú emberének. Megválasztották Farkas Gábort, Skultéti Csabát és jó magamat elnökségi tagnak. Majd egy zárt ülésen mi magunk közt választottunk elnököt, és ennek eredményeképpen kapta meg ezt a tisztséget. Király Róbert hozzátette, hogy céljait sport és menedzselési szempontból lehet ketté választani, eszerint előbbi kapcsán a csapat jelenlegi pozíciójának megőrzése a legfőbb cél. A KFC ugyanis jelen pillanatban a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság harmadik helyét foglalja el, 10 pontos előnnyel a Kecskemét előtt, és mindössze 3 ponttal lemaradva a második Tisza Kecskétől. Habár a Kalocsa egy mérkőzéssel többet játszott, mint a Kecskemét, azonban a KFC-re még ennek ellenére sem jelent közvetlen veszélyt a tavaly még NB1-ben szereplő klub. Az új elnök a Kalocsai FC menedzselésével kapcsolatban a következőket mondta el. A kalocsai sport általában minden sportra ez értendő alul finanszírozott, ennek megoldását kell megtalálnunk, úgyhogy külső tőkéket kell bevonnunk, szponzorokat keresünk. Most indul az új 2016-17 éves TAO pályázat, erre készülünk föl, erre el fog menni a hét, jövő hét, mert május másodikán le is kell ezt adni. Az önkormányzatnál voltunk bent, támogatnak, úgyhogy teljes messzélességgel ezt csináljuk. A Kalocsai FC elnöke végül elmondta, hogy nagy összefogást tapasztalt a klubot illetően, így a játékosok is nagy örömmel fogadták kinevezését. Köszönjük figyelmüket, önök a Kalocsa TV pénteki híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk. Híreinket megtekinthetik honlapunkon is a kalocsatv.hu weboldalon. Kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!